Jó reggelt. Nagyon korán van. Mutatom. 5.38. Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis a HVG kiadásában megjelenik egy könyvem, amiben én már a hatékonyságképzés és különböző lifehack-ek vannak. Lesz is majd egy olyan rész benne, hogy reggeli rutinok, meg lesz is egy olyan napi vlog, ugyanis azt döntöttem, hogy mindegyik fejezettől csinálok egy vlogot. Ma a karizmatikusságról lesz szó. Nem gondoltam, hogy ilyen korán kezdjük a napot, de hogyha így van. Mivel napi vlog, akkor dokumentáljuk, hogy éppen mi történik, de az biztos, hogy kell egy kávé, és amúgy pár résszel ezelőtt pedig, ha ide kattintva megnézed, mondtam, hogy volt egy problémám, mert elfogyott az itthoni kávém. Most van. Csinálok birólokat, kávé, és beszélgessünk a karizmatikusságról. Reggel van még nagyon. Tudom, milyen volt ez a felvezető. Szerintem egy fél órán, háromnegyed órán elcsináltam a kávét a felvételekkel, de legalább felébredtem, mielőtt kávéztam volna. Elég jó lett, szerintem életem legjobb kávéját főztem itthon. Az élmény annyira jó, megmutatom amúgy a setupot. Egy ilyen softboxot használtam, és így volt megvilágítva az egész. Ma a karizmáról lesz szó. Konkrétan, hogy hogyan lehetsz a legőrültebb, legőszintébb verziója saját magadnak. Karizma. Nem lehet megvenni, nem lehet megcsinálni, és biztosan nem tudod megjátszani. Ezzel az idézettel szeretném meghatározni a mai vlognak a hangulatát, ugyanis önazonosnak lenni nagyon-nagyon-nagyon fontos. Van az az angol mondás, hogy be your weird authentic self, tehát hogy legyél saját magad legőrültebb, legőszintébb, legautentikusabb verziója. Ugyanis a karizmád pontosan abból épül, hogy önazonos vagy, hogy autentikus vagy, nem csak a külvilág felé, hanem saját magad számára is. Meg kell tanulnod figyelni önmagadat, főleg azok a rutinszerű, tudatalatti mozdulatokra, gesztusokra kell gondolni, amit észre sem veszünk, hiszen legtöbbször nem is figyelünk oda magunkra, hogy egy-egy helyzetben miként reagálunk, hogy viselkedünk, vagy megvakarjuk a fejünket, vagy hova nézünk. Ez annyira egy tényleg rutinszerű dolog, hogy nem figyelünk oda rá. De ha ezt megtanulod, az egy igazi szupererő. Önmagad elfogadása, önbizalmad megszilárdítása, ez pontosan a karizmád erősítésével párosul. Ami valljuk be, az igazi vezetők lényéhez alapból hozzátartozik. Hiszen a karizmatikus vezetők azok, akiket őszintén tisztelnek és követnek is. Ez az én márkánknak a legmagasabb szintje. Ami amúgy a tegnapi vlognak volt a témája, tehát hogyha nem láttad a personal brandingről szóló epizódot, akkor klikkelj ide.
erről lesz ma szó, a karizmatikusságról, önazonosságról, hogyan lehetsz önmagadnak a legjobb verziója. Ha még nem találkoztunk, én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelenik egy könyvem a HVG kiadásába, és úgy mondtam, hogy mindegyik fejezetet egy-egy napi vlogba mutatok be, amúgy a könyv már megrendelhető, link a like-gomb alatt a leírásba, valamint ott van egy link az online képzéseimről, ami akár personal branding, akár produktivitás témában is érdekes lehet neked. A vlog alatt eldöntheted, hogy ez számodra érdekes-e. Most kezdjük el a vlogot, induljon az intro. Lejöttünk Szirivel sétálni, és volt egy találkozóm is. Folytatva a gondolatot, vannak olyan emberek is, akik ösztönösen karizmatikusak, de a legtöbben, és ide tartozom én is, olyanok vagyunk, hogy dolgoznunk kell rajta, hogy ez nem egy alapból jövő dolog. Ehhez pedig nagyon mélyen magunkba kell nézni, és dolgozni magunkon, felvállalni a jót is, és a rosszat is. Ebben meg még mi tartozik bele? Hát a sebezhetőség. Nézd meg azt a vlogot is, az valamelyik nap ment ki. Azokat a tulajdonságainkat kell előtérbe helyezni, amire pozitívan reagálnak az emberek, rezonálnak velünk, és ezáltal úgy fognak viselkedni, ahogy mi szeretnénk, és ezáltal mi a saját céljainkat könnyebben el tudjuk érni, hiszen egy hullámhosszon vagyunk, és remélhetőleg meg fogják tenni azt, amit mi szeretnénk. Jöjjenek a sztorik. Aki vagy, és aki leszel. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ha mondjuk online marketinggel szeretnél foglalkozni, de csak most indulsz el a pályádon, mondjuk követhetsz olyan arcokat, mint Gary Vee, vagy Neil Patel, aki világszinten a top-top elismert szakemberek között van. Na most, az elején mondhatsz annyit, hogy ezektől az arcoktól tanulsz, szorgosan olvasod a blogukat, az oktatásaikon részt veszel. Majd tegyük fel, eltelik egy kis idő, és folyamatosan a közösség tagjává válsz, kommentelsz a blogposztokon, a YouTube videókon, Instagramon, és aztán jön egy ötleted, hogy tök jó lenne, hogyha egy vendégcikket írnál valamilyen példáról, és ezt pitcheled Neil Patelnek mondjuk, és azt mondja, hogy tudod mit, srác? Csináljuk. Persze, nem csak Neil Patelnek kell, hanem 10-20-50 embernek, de valamelyik be fog jönni. És onnantól kezdve, mondjuk, hogyha ez összejött, akkor már nem azt mondod, hogy csak tanulod az online marketinget, hanem azt tudod mondani, hogy te vagy az a srác, aki, vagy lány, aki pitchelt Neil Patelnek, és ezáltal egy vendégcikket írhatott a blogjára, amit 100 000-en megtekintettek. Ebből majd lesznek melóid, akkor már tudod mondani, hogy ezen dolgozol, azon dolgozol, és tegyük fel, már olyan durva eredményeket is el tudsz érni, hogy mondjuk XY cégnek 30%-kal növelted a lead generálási konverzióját. Akkor már számokat tudsz mondani, eredményeid vannak, sőt lehet, hogy valamilyen díjat kaptál, de folyamatosan mindig lépésről lépésre haladsz, és mindig éppen ahol tartasz, azzal főzöl. Disclaimer, vagyis egy kitétel, csak közben induljunk el. Szóval disclaimer, az természetes, hogy önmagad megismerése során érhetnek meglepetések, negatív dolgok, olyan furcsaságok, amit eddig nem vettél észre, és ezeken nyilván dolgozni kell, hogy hogyan teheted autentikusan magaddá és a karizmád részévé. Ha úgy érzed, hogy valami ciki, vagy mondjuk vannak furcsa mozdulataid, akkor azt nyugodtan tedd a védjeddé, tehát mondjuk furcsán túrsz a hajadba, vagy furcsák a gesztusaid. Ne próbáld leplezni, ugyanis az nem lesz autentikus. Ez simán lehet a védjegyed, erről most Rafael Nadal jut eszembe, aki annyira furcsa, amit csinál egy szerva előtt, berakok ide egy videót, hogy így, nem tudom, így megfésül a haját, bele nyal kb. A kezébe, meg nagyon sokat készül egy szervára, viszont ezt konkrétan tini kora óta csinálja, nem akarta elrejteni, akármennyire is furcsa másokhoz képest, hanem teljesen a védjegye lett. Egy vezetőnek bármilyen sikereket ér el, ezt annélkül kell tennie, hogy csak egyedül aratná le a babérokat, vagy a saját zsenialitását firtatná. Ez mindig egy csapatmunka, és el kell ismerni. Vegyük csak akár az
Oscar gálát, amikor valaki díjat kap, sosem arról beszél, hogy ő mennyire tökös, vagy mennyire királyul alakított, hanem hálát ad azoknak az embereknek, akik közreműködtek, segítettek, akár az egész crew, a rendező, hogy mennyire jól jöttek össze a dolgok. Ez az alázat, ez nagyon fontos. Hashtag csak szerényen. Most megyek tovább, és a lifehack-eket most nem otthon fogom elmondani, hanem tesztelek valamit, amitől remélhetőleg még jobb lesz majd a videózásnak a szintje. Elmegyek valahova és megnézek, kipróbálok néhány fényt, ott elmondom a lifehack-eket. Szóval eljöttem, és ilyen nagy softboxokat és LED lámpákat kipróbálok. Megmutatom. Van egy, ez egy 60-as, itt lesz egy 150-es, és van egy olyan LED izzó is, amit megnézünk, elmondom a lifehack-eket is minden, és mindegyiknél más-más lesz a fény, szavazzátok meg, hogy melyik a legjobb. Ez az első szett, érzem is, hogy jön, ez most egy 100%-osan van, ami itt van, de beszélünk a lifehack-ekről, azt adok néhány tippet, hogy bármilyen szituációban, unalmas helyzetben is ott tudj viselkedni, és azt mondom csinálni, hogy 4 tippet adok, az első 2-t mondom ezzel a fényel, utána pedig váltunk a következőre. Az első lifehack, túlpörgés, kifigurázás. Amikor valamiből egy ilyen túlzott viccet csinálsz, vagy kifigurázol valamit, meg lehet ott mondani, hogy ma, amikor hoztam az ebédemet, egy nagyon különleges ebéd volt, és szerintem ezt érezte a galamba, hogy jött már az ebédembe, de én nem adtam neki. Ez mondjuk egy ilyen kifigurázás. Direkt félreértés, csak a poén kedvéért. Amikor olyan a szituáció, és mondjuk azt mondja valaki, hogy a Google-nél dolgozik, akkor bedobhatsz neki egy olyat, hogy tényleg, te vagy a karbantartó. Na, cseréljünk egy lámpát, nézzük meg, amúgy mutatom, hogy nagyjából milyen itt a fény. Jöjjön a következő. Ez amúgy az, hogyha egyáltalán nincsen fény. Itt a második fényünk, majd a végén teszek egy ilyen 3-as összehasonlítást, de most menjünk a harmadik lifehackre, vagy ilyen tipre, amit lehet csinálni, ami pedig a szarkazmus. Vegyük azt, hogy egy networking eseményen vagyunk, és hogy ugye tipikusan bemutatkoznak az emberek, hogy mivel foglalkoznak. Ha valaki mondjuk azt mondja, hogy könyvelő, akkor simán így visszakérdezhetünk, ha érezzük azt a saját stílusunknak, hogy ne, komolyan úgy hallottam, hogy a könyvelők azok a legnagyobb parti állatok. Jöjjön a negyedik tipp. Legyél őszintén nyers és furcsán őrült. Ezt azoknak ajánlom, akik szeretik az ilyesfajta humort, és az összes tipp, amit amúgy most elmondtam, úgy állj hozzá, hogy nyilván csak azokat használd, és azokat próbálgasd, ami a te személyiségedhez illik, ami komfortos, vagy csak egy picit van a komfortzónádon kívül. A lezáráshoz, elköszönéshez pedig jöjjön a harmadik fény. És itt a harmadik fény. Szóval nem baj, hogyha nem reagálnak mindig pozitívan a fentiekre. A lényeg, hogy vállalt fel, ez csak karizmatikusabbá tesz. Ne feledd, a karizmatikus viselkedés nem rólad szól, hanem a másik félről, a társaságról, és hogy mennyire tudod őket szórakoztatni. Holnap a segítésről lesz szó. Segíts, hogy valóban vezess. Hogyha itt vagy, köszönöm szépen, hogy végignézted a vlogot. A könyv előrendelhető, képzéseket is meg lehet nézni, a like gomb alatt a leírásban ott van minden, hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor nyomja a feliratkozás gombra, a csengőre, gyere át Instára, és remélem, hogy holnap találkozunk. Ja, és akkor itt az összehasonlítás, szavaz, hogy A, B vagy C, kommentbe írd le, hogy melyik a legjobb.